Hello! Szuper liminál folytatás, fél kalapba hagytam. Viszont mert belekezdek, minél hamarabb el akarjuk érni a 200 feliratkozót, ezért iratkozz fel, és hogyha feliratkoztál, írd be a kommentbe, hogy feliratkoztál, és kapsz érte egy szívet. Szerintem egy full jó deal, nem tudom, hogy vagy vele. Szóval mindenképp iratkozz fel, meg kell lenni a 200-nak, mert ott maradtam a múltkor, hogy ide kéne bemenni valahogy. És oda fel tudtam jutni, és kirédzseltem, mint kurva életem, nem tudtam mit kell csinálni. Tudom, fel kell menni, hát akkor felmegyek, viszont most már sokkal könnyebb lesz, mert tudom, hogy ezeket le lehet róla szedni. Hát ez így, hát ha már akkor tudtam volna, sokkal egyszerűbb lett volna. Jó, szerintem fog már be a pofád. Hopp, várjál. Hol a bolygó, add ide szépen a bolygót. Jó, nem ezt tartott. De miért oda rakott te? Állat. Ez meg oda fogja rakni a falhoz, mi? Te várjál már. Nyugi. Hát az a lényeg, hogy sokkal könnyebb nem lett a feljutás. Hogy ezzel én idáig fel tudok jönni. Ez nagyon jó, csak hogy semmire nem megyek vele. Ez a helyzet. Habár, várjál. Ez így működik? Ez így mennyi arrébb? Aha, csak kicsit nagy lett. Várjál. Az már majdnem megvan, várjál. Úgy. Na, így már jó lesz, ezt figyeld meg. Ide átugrok, így. Ide. Nem lehet guggolni. Várj. Aha. Jó. Na. Azon gondolkodtam, hogy ezt nem lehet valahogy megfogni és levinni. Vagy itt nem lehet valamit így megfogni, kiszedni a helyéről. Ez mi? Ezt most nem mondott komolyan. Itt volt végig a földön az ajtó. Istenem. Én meg itt toptam múlkod. De tényleg vagy egy fél órát. Veszel. Üz van a izébe. Jó. Na liftezzünk, hova liftezzünk? Minis tükörkép, minor tükör, hopp! Loading. Hogy tölt ez a loading, mihez? Már megint felkeltem? Nyom ki azt az ébresztőt, légy. Most már tényleg felkeltem? Mert ugye az előbb is ez volt, hogy Dream Soda most már működik? Baking Soda. Erre, hopp, mi van itt? Imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Aha. Mi random shitek? Na, ide be lehet menni? Vagy ez mi? Hopp, itt a kocka! Dobókocka. Ja, almák vannak rajta. Na, mi van erre? Hopp! Van még egy dobókocka. Az a fel is tudok menni? Ja, mert van kettő is. De ez ilyen féldobó kocka. Hoppá, jöjjök. Kék minden, még egy dobó... Jófó. Oda le kell menni vajon? De miért van itt egy fény? Na jó, akkor leesek. Viszont... Ezt is viszem magammal. Várjál már, ez valami horror játék lesz itt, vagy mi? Hopp! Itt már voltam egyszer, nem? Mik ezek a fonnyadt izék? Dobókockák. Lol, az egyes az izé. Ez egy ilyen kis kuki. Ezek is olyan fonnyadt dobókockák lesznek? És ezek már igazi dobókockák? Nem, mi történik? Mit, ez mi? Ezeket, azt erre lehet, azt is felle. Azt is ki lehet húzni.
azt is. De... ennek... mi? Ezek... de ez meg szétesik! Ez is! Na várjál, szerintem ezt meg lehet még így oldani. Aha, így. Na, és ezzel a dobókockában mi lesz? Már pillanatra azt hittem, hogy te egy normális dobókocka egyébként. Na, és ezzel a dobókockával mi lesz, mert most már nem tudom elhinni. Oké. Okay. Én leugrok. És egy dobókockában születek! Minden dobókocka, minden dobókocka. Abban a dobókockában születtem, amelyikkel kész, kezdődött. Akkor most menjek ide-vissza. Go. Itt is dobókocka. Feeling lucky. The level is loading line right now. Ez azt jelenti, hogy ez evil. Ördög. Gonosz. Ami tényleg a gonosz tölt néha, mert... previous section you've just completed, igen? You may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Ez mi? Why do I feel like everything is going wrong? Ez miért ilyen mérge? Even when the sun is shining. Mi történik? Ott egy nyitott ajtó. Mi ez a... piros... ez egy hó... most ebből horror lesz? Most mi történt? Ez te átmegy egy horror játékba? Vagy most tényleg? Vér van a földön. Palackok. Vér. Ez nem normális. Hétfő. Gyilkolás. Kedd, gyilkolás. Szerda, gyilkolás. Csütörtök, gyilkolás. Péntek, gyilkolás. Szombat, gyilkolás. Vasárnap, babok. Oké. Okay. Gyilkolás, meg babok. De most tök én ezzel mit tud csinálni? Be kell jönnöm így a sötétbe? Mennyire lehet messzire menni, te jó ég? Aha, erre kell jönni. Mikor növények vannak itt? Ja, nem arra kell menni, ja. Innen olvastam, hogy die. De amúgy csak diet soda, vagy diet soda, értem. Diéta soda. Jó van, értem én. Miért kell csapkodni mögöttem az ajtót? Még több vér. Persze, hogy több, még több vér van. Mit is be fogja csapni, mi? Nem kell beleesni a lyukba, mert itt van egy lyuk. Nézd, sok vér. Hopp, várjál. Aha. Ha, erre. Jó. Nem én meg. Még több vér. Mondjad. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. Okay. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. Yes. And you know everyone else is enjoying. And kis that's babu. Exact- die soda. Még több vér, mi történik itt? Ez egy rémálom? Mert ugye azt tudom, hogy ugye álmokról szól a játék. De... hogy... milyen álmokról? Ez ugye nem tudhatod, sose. És most valószínűleg rémálom van.
sötétbe kell menni, még ilyenek. Warning, you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible. Jó, és itt most semmit csináljak. Itt sincs sehova, ami, ahova fel kéne. Hopp, aha, erre. Hát én ezt nem is láttam, hogy ez ugye itt van. Ah, ezt kicsit közelebb fogom magamhoz. Erre nem lehet. Jaj, ahogy valami az arcomba ugrik. Én is szarom magam. Jó, ennyi volt. Green soda, olyat nem is kértem még. Nem is kell. Még több fény? De minek? Hát lehet rakni valahol? Kiállt a hideg, annyira okos vagyok. Ne, ez itt ilyen nagyon nagy puzzle game. Hoppa kés. Azt én kérem? Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than one protocol? Még több vér. Ikea. Nem, ide a... Ez mi? És ez nekem így miért jó? De be lehet menni, hogy hopp, innen lehet bean szerezni. Tessék, kis bean. Piros festék. Jaj, itt átikarták festény, gondolom. Ja, hogy akkor ez nem is vér volt, hanem piros festék. Oké. Okay. Jaj, tehát tovább lehet menni. Enjoy avocados! Utálom az avokádókat, szerintem gusztussal nézem, nem is értem, hogy ez hogy szeretheti bárki. Mit csinál ez a loading? Mi ez a... Kus. Miért lett ennyi alarm? Ó, már van zöld ajtó. Hello. Valami? Újdonság? Hopp! Ezeket mi nem lehet? Oda van lakatolva a földre! Viszont ha kinyitom, aha. De én nem tudok, de oda vannak lakatolva a földre. Itt az ajtót, elviszem. Easy, valami nehezebb... trükkel... Mi? Na, azért. Kusolja. Ez. Hello, megjöttem. Mi? Ez mi? De... Hát oké. Okay. Ez is ilyen ajtó lesz. Csak egy tökéletes lépcsőt csinál nekem, hogy át tudjak menni. Wow. Hopp, szabadság! Hagyjál már a Dr. Pierce-e, mert nem mondott eddig... De ez is mi? Right click to return. Jó, viszont nekem tovább kell menni. Szóval nekem kell. Ja, hogy... Aha. Na, hopp, és itt már van, és pár, így már fel tudok menni. És jó klikke vissza. Nézd már!
Ezt már lehet csajizém. Célkerestem. Zemenő. És így bármire ránézek, egy smiley ott van. Szóval azt akarom, hogy most... Miért tűnt el? Hello, erre valami? Itt egy big almo. Ebből is több lesz, ja. És ezt vagy le kell onnan szedni. Hát rárakok egy másikat, és ez legurítja, nem? Én nem tudom ezt így eltolni, vagy ez így... Ah, de! Guruljál már le onnan! Hát, bazd meg. Hopp, big ventilátor. Nem így tud ez a ventilátor. Azt hiszem el fog fújni, hogy de ezt megfogni se lehet. Viszont el tudja fújni. Az is jelmélyben, azt hittem ezzel valami jót is sem, de igazából semmit nem csináltam. Mennyi alma, és akkor vissza lehet itt szopázni, nagyon jó. De ki... Kéne egy alma. Wow. De miért ilyen pici lesz? Ugye ezt nem így kell felvinni a lépcsőn. Felsőn a lépcsőn. Mi a fasz kell itt csinálni? Nem értem. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. Orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Már ebből is nem, meg se lehet húzni akart, már kis szarok jön neki belőle. Akkor mostantól mindent csak így lehet, mert már nem pakolgatom, csak több lesz belőle. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello. De ilyen kis mini automaták jönnek ki belőle, de működik amúgy? VR has never been a mistake. Nem működik. De bármelyiket nyomom, meg egy kis automaták jönnek ki belőle. De minden, ez is fogadjunk ki. Ja. Minden, bármit meg lehet fogni, csak pipipipip, esik ki belőle a cucc. Na mondjad. Hello, my name is Pierce, Dr. Glenn. Mi, hogyha nem állít az időzítőt? Ráboszol. Oké. Okay. Mik ezek a loadingok? Loading 1000%. 10-szeresen betöltötte, érted? Reggel 7 van. Relaxation room. Azt kell nekem. I have a dream. Ez kellett nekem. De sok szopás után. Egy kis üdítőt. Most egy kicsit relaxáltam. Mehetünk tovább. Reality. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay. Prior to that. Hop. Where am I?
kisház... Mi befogadjunk? Már most látom, hogy ebbe kell bemenni. Nézzük. Te házikó. Hát ezt nem így kellett volna. Na szóval itt a házikó. Ez még elég érdekes lesz, hogy én ebbe bemegyek, nem? Szóval egy kis picike leszek? És tényleg ilyen kis picike vagyok! Hát de várjál már, ez így nem jó. Kisebbre kell csinálni a házat. Na ennyire, ennyire. Aha, így már jó lesz, így már jó lesz. Fel tudok mászni? Ja. Így már jó, de olyan kis picike vagyok, nézd már meg! Mekkora nekem ez a Dream Pop. Meg már meg lehet húzni a karokat, végre! Ez mi? Ja, ez meg egy másik járat, akkor de nem megyek. Hopp is. Ja de. Mert ide picinek kell lenni. Így. És akkor kis picik ember vagyok. És oda ilyen lazán bemegyek. Szkúm vagyok. Ennyi. Oké. Okay. Jó, akkor ide be kell gondolom jönni. Egy kis tévé. És követni kell a kábelét. Követem a kábelét. Hello. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Ez miért mozog? Should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you mi ez a giga Jenga? This message in error. Mi ez a giga Jenga? Mi ez a kis ventilátor? Aha. Most már nem olyan kicsi. Hopp, felborítottam a Jengát. Ez de menő. Hopp, és akkor itt én felugrálok. És bent is vagyok. Ez de menő volt. Na várjál. Mert vannak gondok. Túl nagy vége ez az ajtó. De vajon hogyan? Igen. Én ezzel mit értem el, hogy leszettem az ablakot? Miért olyan leszettem ezt az ablakot? Ezt én nem tudom, hogy csináltam. De átjöttem. Itt van egy ajtó. Bemegyek és kész is. Hopp! Egy öltöző. Így ült. Várjál már egy picit. Ez hogy van? Hogyha így nézed, akkor ez így van, de most ez mégis... Weird. Hello, my name. Dr. Glenn Pierce. Most meg így itt van. Hogyha ezt így látod, akkor ez így van egyenesbe. De ez így is. The worst thing disease, the cruelty of time, milyen merenc ez. Hopp. Mekkora ízét lehet becsinálni ilyen várat. Nem? Ezzel fel kell innen menni. Így. És akkor aztán lehet ilyet csinálni. Nagyon jó nagy. És akkor innen az ugráló... Na, hol a bejárat? Itt. Hello! Hopp, itt is ilyen kis pici vagyok. Viszont ide be tudok menni. Viszont itt meg nem férek ki. Aha. Most, hogyha itt kimegyek ezen, akkor ott fogok kijönni. 200 ezer IQ play. Úgy csak egy 600 év lesz, mi oda el fogok sétálni, mert kis picike vagyok. És nem növök nagyra, az meg. Ú, várjál már. Ez itt baj. Á, így fogok sétálni. De pici, nem, picinek kell lenni, picinek kell lenni. Jó. Fasza, csak bazeg, mire elsétálok odáig. Bum.
Hello! Oda kell felmenni. Na várjál, most hol jöttem én be? Szerintem nekem itt megvan a dolognak a nyitja. Hát az legyen ilyen gigantikus nagy. És ha kijövök ezen, akkor ilyen nagy vagyok. De és most ezen mit tudok csinálni? Vagy ennek még nagyobbnak kell lenni, nem? De most mi van? Én itt kilátok, oké. Aha, nem. Meg kell fogni a kis izét. Oda kirakni. És vissza. Innen jöttem ki ebből a dobozból. Van itt bármi, amit meg lehet fogni. Ajtót nem. De bár... Ez a ház végig itt volt. Hello. De várjál, itt én óriás vagyok. Ez így nem jó. Szia. Itt van, baj van ám. Itt baj van. Nekem nem kéne itt ilyen nagynak lennem. Így. Na. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Wake up! Hát akkor keljél fel! Fel, meg! Emergency. Mi van? Wake up. Cső! Mi történt? Mi történik? Elérem. De most miért? Sötét. Ezt látod te is? Ez mi? Abba a szobába voltam. Lejátsz oda. Most már kimehetek a szobámból? Ahol lett innen a izé? Itt mi történik? Hoppá, le! Ha ebbe be kell menni valahogy. Aha. Ez csak egy kép. Aztán egy izé. Mert még mindig egy álom. Még mindig nem keltünk fel. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Igen, ezt tudom. Thank you for completing the Somnisculpt standard orientation protocol. Before we begin the mi történik? Therapy, most I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Mi történt? Fejjel lefelé. Ki lehet ezt nyitni? Nem. Kiszakadt onnan az ajtó. Leesett. Minden. Hopp, várjál. Ide is beessem. Mi történik? Ezen a... Miért vagyok fejjel? Nem lefele, oldalt vagyok. Itt is. Mi ez a fucked up álom?
Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios hogy with van solutions ez? Így. That could not be found otherwise. Mi a fasz történik? Mi történik? Nem értem. Hol egy? Ezt le lehet vagy nem? Stop. Oké, okay, akkor megyek erre. Nem? Oké? Okay. Most akkor megint? Nem? Megint nem? Ide? Nem. Mi van? Na megint hol egy. Oké, itt az előbb volt egy ajtó. De oda hogyan tudok bemenni? Nope, oké. Ennél talán nem tudok jutni. Itt elakadtam. Majd folytatom. Ne felejts el lájkolni, hogyha tetszett. Megmondom, iratkozz fel és írd be a kommentbe, hogyha feliratkoztál, és kapsz egy szívet. Sziasztok!